Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elindult a második oltási akcióhét. Regisztráció nélkül a nap bármely szakában fel lehet venni az oltást. Pályaorientáció, folyamatosan nő a szakképzést választók aránya. Zöldítés Pakson, 13 ezer cserjét bokrot ültetnek el az atomvárosban. Embercsempészek Bogyiszlónál 10 migránst próbáltak átjuttatni Magyarországon a szerb férfiak. Tovább folytatódik az oltási akcióhét. Eddig már közel 800 ezer embert vakcináltak a kezdeményezés során. Magyarország legtöbb oltópontján mind az 5 vakcina elérhető, így választani is tudnak az oltakozni vágyók. Németh Csaba, a Tolna megyei Balassa János kórház főigazgatója úgy nyilatkozott, egyre többen használják ki az akcióhét kínálta lehetőségeket, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy a vakcina felvételével van legnagyobb esélyük elkerülni a betegség súlyos lefolyását. A kezdeményezést december 5-éig vehetik igénybe az emberek. Ugyan az első oltási akcióhét már lezárult, még mindig sor áll a szekszárdi oltópont előtt. A kezdeményezés sikerességét látva Magyarország kormánya meghosszabbította annak lehetőségét, hogy regisztráció nélkül minden nap reggel 7 és este 7 óra között bármikor felvehesse az ember a koronavírus elleni vakcinát. Nem kell annyira sorba állni végeredményben, bármikor jöhet az ember, úgyhogy sokkal jobb így. Ez a nő már 2 hete vár az oltásra a lakhelyén, de az akcióhetet kihasználva Szekszárdra utazott, hogy felvegye a harmadik vakcinát is. Én Pakson regisztráltam, de nem kapjuk ott meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy inkább ide eljövünk. És itt minden nélkül megkaptuk, amit kértünk. Németh Csaba, a Tolna megyei Balassa János kórház főigazgatója elmondta, egyre többen használják ki az akcióhét kínálta lehetőségeket, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy az oltássor és az emlékeztető vakcina felvételével van legnagyobb esélyük elkerülni a betegség súlyos lefolyását. Az, hogy kinek melyik oltás a javasolt, vagy ha valakinek kérdése van az oltásokkal kapcsolatban, az oltóorvosokkal lehetőség van konzultációra, és az oltási sor bármelyik oltását lehetőség van fölvenni. A főigazgató elmondta, többen voltak, akik most kapták meg az első oltást, de a második és a harmadik vakcina felvételére is volt példa. Hozzátette, hogy a szekszárdi oltópont reggel 7-től este 7-ig várja az oltakozni vágyókat, délelőtt a Lila épületben, délután pedig a rendelőintézetben. A Bonyhádi kórházban is várják a jelentkezőket a héten. Fischer János már mindhárom vakcinát megkapta. Nagyon fontos az, hogy egészségesek maradjunk, főleg 70 éves vagyok, tehát úgy gondolom, hogy a védekezés az feltétlenül szükséges. Müller Ádámnét a Pfizerrel oltották be. Én vesetranszplantált vagyok, és ugye itt meg van határozva, hogy mi milyeneket kaphatunk, úgyhogy akkor azt kaptam meg. A november 22 és 28-a között zajló akcióhét során 784 ezer oltást adtak be a szakemberek, 643 ezeren a harmadik, míg 96 ezeren az első védőoltást vették fel. Müller Cecília országos tiszti főorvos a közösségi oldalra feltöltött videójában elmondta, hogy a vírus mutációi miatt is nagyon fontos a megerősítő vakcina. A hétvégén jellemzően a dél-afrikai mutáns, az Omikronnak a jelenléte uralta a sajtót, a közvéleményt, hiszen ez egy újabb variáns, de idáig már több mint 200-at azonosítottak. A jelenlegi kutatási eredmények alapján Magyarországon még nincs jelen a vírus új mutációja. A tiszti főorvos hangsúlyozta, az Omikron variáns betörésének megfékezése érdekében azonban fontos, hogy a december 5-éig tartó oltási akcióhét lehetőségével minél többen éljenek. 6390 új megbetegedést igazoltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.103.108 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 34.521 főre emelkedett. 7.596 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 513-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.121.000-en kaptak. Tolna megyében 164 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 22.781 főre nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén.
December végére megérkezik Magyarországra az 5 és 12 éves korú gyerekek beoltására alkalmas koronavírus elleni vakcina. A kormány már 2 millió adagoltást lekötött, hogy a magyar családok minél előbb beoltathassák gyermekeiket, unokáikat, hozzájutva így a védelemhez. Az első szállítmány 130 ezer adaggal előre láthatólag december 20-a körül érkezik meg hazánkba. A beiskolázást segítő pályaorientációs napot tartottak Dombóváron. A program során Dömötör Csaba, Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja arról beszélt, az elmúlt évben 15%-kal nőtt a szakképzést választó általános iskolát befejező tanulók aránya Tolna megyében. Mindez azt jelenti, hogy olyan folyamat vette kezdetét, melynek eredményeként kellő szakember áll majd a vállalkozások rendelkezésére. A Dombóvári Régió szakképző intézményei várták a gyerekeket azon a találkozón, melyen a végzősök részletes tájékoztatást kaphattak a továbbtanulás lehetőségeiről. Szolnoki Csaba, a Vásáros Dombói Általános Iskola tanára azt mondja, a családok számára egyre inkább a biztos megélhetést nyújtó szakmák elsajátítása a fontos. Éppen ezért érezhetően egyre többen jelentkeznek az ilyen képzést biztosító intézményekbe. A biztos megélhetés inkább ebből az következik, és az bizonyítja, hogy a kétkezi munkának van óriási nagy jelentősége. Tehát ott, ahol már ösztöndíjat kapnak, esetleg duális képzésben munkabért is kapnak, egyfajta biztonságot jelent a család számára. Ennek a folyamatnak is köszönhető, mondta Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési központ kancellárja, hogy az elmúlt esztendőben jelentősen mintegy 15%-kal megnövekedett a szakképzésben résztvevők aránya. Azt gondolom, hogy a Tolna megyei szakképzési centrumnak ebben nagyon komoly szerepe van, hiszen mint a megyében 8 intézményt, szakképző intézményt működtető szervezetként, nekünk ez az alapvető célunk, hogy minél több tanuló jöjjön a szakképzésbe, minél több jó képességű diák legyen itt, és én azt látom, hogy egyre inkább versenyzünk, és versenyképesek vagyunk a közoktatás más egységeivel szemben. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egyik célkitűzése, hogy jól képzett munkaerő álljon a megyében dolgozó vállalkozások rendelkezésére. Annak érdekében, hogy a versenyképességük megmaradjon vagy erősödjön, mondta Varga Stadler Gábor, a szervező Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetője. Nem igazán kell erősíteni azt a tényt, hogy a megye, illetve az országnak a gazdasága rendkívül gyorsan fejlődik. A beruházások végrehajtásának tulajdonképpen most már csak az szab határt, hogy ezek a vállalkozások lassan nem rendelkeznek, sőt már nem rendelkeznek elegendő korszerű tudással rendelkező munkaerővel. Nyilván a munkanélküli körből most már ezt ellátni és pótolni nem lehet, nyilván annak egy egész más célzata van. Itt, ami ebben segíthet, az a tudatos, folyamatos figyelemfelhívása a 8-os végzősöknek, hogy válasszák a szakképzést. A most lezajlott pályaorientációs napnak van már előillete. A tavalyi nagy sikerű rendezvény hatására döntöttek a szervezők az idei program életre hívása mellett. 2022. január 1-től ismét jelentős adócsökkentéseket hajt végre Magyarország kormánya, közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy elsősorban a munkát terhelő adókat csökkentik majd. 2,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, így az már csak 15%-os lesz. Megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás, és a kifizetőnek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, sem a szakképzési munkaszerződés, sem a tanulószerződés alapján a tanulóknak kifizetett jövedelem után. 750 milliárd forintot hagyunk a vállalkozóknál, de cserébe a vállalkozók elvállalták, hogy fölemelik a minimálbért és a garantált bér minimumot, az pedig 260 ezer forintig megy föl. Mi pedig cserébe lecsökkentettük az adókat. Csökkentjük egyébként az ECHO-t, a kisvállalati adót és az iparűzési adókedvezményt is fönntartjuk, ezt tavaly megfeleztük, nem emeljük vissza a korábbi szintre. 55 millió forintos állami támogatásból ültetnek el Pakson 13 ezer cserjét. Kovács Pál a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy nem csak a kellemes környezet miatt fontos a közterületek zöldítése, hanem a gyárak és járművek által kibocsátott széndioxid semlegesítése is a cél.
Újonnan ültetett apró kis levendula bokrok bújnak meg a falevelek között a hatos út szélén a vietnámi parkban Pakson, de nagyobb bokrok, cserjék is kiültetésre kerültek az elmúlt hetekben Paks 11 közterületén, a paksi zöldítési program második fázisában. Egy évvel ezelőtt az 1000 fát Paksra program keretében a városban és lakosság körében is osztottak fákat, valamint a hatos út mellett és Faddomboriban 500 smaragdfa is elültetésre került, emelte ki tájékoztatójában Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. A paksi tárca nélküli minisztérium ezt a kezdeményezést már a kezdetektől fogva természetesen felkarolta és támogatja, mint ahogy a kormány is elkötelezett a zöldítési program mellett, hiszen ahhoz, hogy elérjük a klímavédelmi céljainkat, annak a zöldítés, a széndioxid elnyeletés is, és a kedvezőbb környezet, kellemes, tiszta, pormentes levegőnek az elérése egy kiemelt cél. Kovács Pál hangsúlyozta, a paksi atomerőmű 5-ös és 6-os blokkja majdan 17 millió tonnányi széndioxid kibocsátását teszi elkerülhetővé, mellyel nagyon komolyan hozzájárulnak a klímaváltozás megelőzéséhez. Szabó Péter polgármester kiemelte, folytatódik a faültetés, és emellett az elektromobilitással is hozzájárulnak Paks zöldvárosi státuszához. Összegszerűen is megjeleníteném ezt a 13 ezer cserjének az ültetését, amelyet szintén Magyarország kormányának köszönhetünk, hiszen a PIP Nonprofit Kft.-n keresztül valóban államtitkár úr is említette, a PTNM-en keresztül érkezett ez a támogatás, ez 55 millió forintot jelent. Az esős, ködös időben is dolgoznak az Ürgemezei Szabadidőparkban, ahol az aranyeső ágakat rakják a teherautóról, majd ültetik őket. A futópálya mellett szépen sorakoznak már a frissen ültetett bokrok. Mivel nagy fagy nem várható a következő napokban, egy-két héten belül végeznek is a munkálatokkal. Az év 46. hetében is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga az ország nagy részén. Azonban két városban csökkenést mutatnak a mérések, Szolnokon és Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhelyen született a legjobb eredmény, itt alacsony koncentrációt és csökkenő tendenciát állapítottak meg a szakértők. A jó értékek mellett azonban továbbra is kérik a lakosokat, hogy tartsák be a védőintézkedéseket. 10 illegális migránst és 2 embercsempészt fogtak el a rendőrök Bogyiszlótól nem messze az M9-es úton. A határsértők személyautókban utaztak, amikor elfogták őket. Azt mondták, Indiából és Afganisztánból érkeztek. Az őket segítő szerb férfiak akár 15 év börtönt is kaphatnak fejenként. Itt az M9-es úton Bogyiszló térségében állították meg a rendőrök a két külföldi személyautót. Az egyiken lengyel, a másikon német rendszám volt. A kocsikat szerb sofőrök vezették. Pillanatok alatt kiderült, hogy az utasaik illegális migránsok. A két járműben összesen 10 külföldi foglalt helyet, akik közül 4 indiainak, 6 afgánnak mondták magukat. A rendőrök a 10 határsértőt az érvényes törvények alapján visszakísérték a déli határkerítéshez. A szerb sofőröket pedig előállították és kihallgatták. Embercsempészetért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Az embercsempészekkel szemben pedig bűncselekmény gyanúja miatt eljárást indítottak őrizetbe vételük mellett. Ha a két szerb embercsempészről bebizonyosodik, hogy a bűncselekményt szervezett keretek között próbálták elkövetni, akár 15 év börtönt is kaphatnak fejenként. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Körkörös gazdaság, zéró káros anyag kibocsátás, környezetvédelem az állatkertekben. A szakmai tudás elismerése, mestereket avattak a Pécs Baranyai Iparkamarában. Műfűves pályát adtak át Pécsen, 65 millió forintból alakították ki a sportlétesítményt. Körkörös gazdaság, zéró káros anyagkibocsátás, környezettudatos oktatás. Többek között ezeket az elemeket tartalmazza az a projekt, melynek keretében az állatkertek innovatív megoldásokat alkalmazhatnak a természetvédelem területén. Erről rendeztek konferenciát Pécsen, ahol a helyi és az Eszéki Vadaspark mutathatta be elképzeléseit.
Horvát és magyar résztvevőkkel tartotta konferenciát a Baranya megyei önkormányzat dísztermében Pécsett. A találkozó központi témája egy határon átnyúló projekt, mely az állatkerteket érinti. A program célja olyan innovatív megoldások alkalmazása a környezetvédelem területén, mint például a körkörös gazdaság. Emellett az oktatásra is figyelmet fordítanak. Kővári János szerint a vadasparkok, bár nem feltétlenül természetvédő helyek, alkalmasak a szemléletformálásra a gyerekek, a fiatalok és a családok körében is. Megismerik azt, hogy az állatokat hogyan kell gondozni, segíteni, hogyan kell a természetben ő hozzájuk viszonyulni, hogyha kint találkozunk velük, aminek én sokkal jobban örülnék, mint hogy ketrec mögött. Minden esetre ez is egy jó alkalom arra, hogy megtanuljuk a helyünket a természetben, és ennek megfelelően alakítsuk ki az életvitelünket. A projekt fő elemeként a Pécsi Állatkertnél, mint a program partnerénél egy elektromos autó beszerzése történik. Ezzel be tudják gyűjteni a nagykereskedelmi láncok által felajánlott, el nem adott és hulladékként kezelendő zöldség és gyümölcs maradványokat. Ezeket akarjuk egy zéró károsanyag kibocsátás mellett begyűjteni, és a megsemmisítésre úgy gondoskodni, hogy egy részét a továbbhasznosításban az állat nyilván megeszi, és a fennmaradó hulladékot pedig úgy semmisítjük meg, hogy gyakorlatilag nulla lesz a kimenő hulladékunk, hiszen egy gyors komposztáló eljárás keresztül ezt visszaforgatjuk az állatkertnek a talajába, növényesítésre felelő kifutófelújításra. A program másik partnere az Eszéki Állatkert, ahol egy fahulladékot feldolgozó, a fűtésről gondoskodó kazánt szereznek majd be. Ezentúl pedig a gyermekek oktatása is nagy hangsúlyt kap. A szakmai tudás bizonyítéka a legjobb szakemberek ismérve ma a mesteroklevél, ami előnyt jelent a munkaerőpiacon. Így értékelt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke azon a mesteravatón, ahol 31 végzős kapta meg ezt az oklevelet. Várszegi Gyula elmondta, mára felértékelődött a tudás, hiszen a szakember hiány miatt olyan hozzá nem értők próbálnak ügyeskedni a különböző szakterületeken, ami óvatosságra inti a cégeket, megrendelőket. Mesteroklevéleket adtak át a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában november utolsó péntekén. A sikeres vizsgázók között ott volt Tabár Szabolcs autószerelő is. Nagyon sok mindent tanulhattunk a szakoktatóinktól. Én azért vállaltam, mert egy vállalkozásba szeretnék fogni, és ennek feltétele jelenleg a mesterképzés. Nagyon sok mindent adott. Sok olyan dolgot tanultunk, például pedagógiából, illetve vállalkozás vezetéséből, amikről én nem tudtam. És ezek nagyon fontos információk voltak nekem ahhoz, hogy a jövőben a saját vállalkozásomat úgy tudjam vezetni, ahogy azt úgymond illik vagy kell. A helyi iparkamara szakképzésért felelős alelnöke azt mondta, a járványügyi helyzet és minden nehézség ellenére újra ünnepelhetnek. Várszegi Gyula szerint a szakember hiány miatt most olyanok is próbálkoznak a különböző szakmákban, akik nem elég képzettek. Éppen ezért értékelődik fel a mesteroklevél megszerzése, ami a szakmai tudás igazolása. Jövő az a minőség. Tehát most, ha tanulok, ha most olyan alapot tudok magamnak kialakítani, hírneved, imist, amivel ők azt mondja, hogy kérem, itt vagyok, én meg tudok maradni, megélek. Biztos, hogy van egy stabil olyan hátterem, ami a tudás. És ebben a pillanatban most ez fontos, mert ők már ebbe a szellemben is vizsgáztak. Őket köszöntötték és adták át nekik az okleveleket november 26-án. Összesen 31-en tettek sikeres vizsgát autószerelő, kozmetikus, festőmázoló, tapétázó szakmákban. Nekik egyik fontos feladatuk az lesz, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklődését a kétkezi munka iránt, valamint hogy folyamatosan képezzék magukat, ismerik a legújabb alapanyagokat, technológiákat, hangzott el az átadón. Átadták a PEAC megújult műfüves labdarúgó pályáját, a Stadion utcai létesítményt a PEAC Pécsvárad megyei első osztályú labdarúgó mérkőzés előtt avatták fel. A 65 millió forintos beruházást TAO pályázat keretében valósították meg az elmúlt hetekben. A PEAC 15 szakosztályában összesen több mint 1000-en sportolnak az óvodásoktól a szeniorokig. A labdarúgó szakosztály, melynek összesen 136 utánpótláskorú és csaknem 40 felnőtt focista a tagja, a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszer keretében új műfüves pályával bővült. Azt szeretném, hogy eljussunk oda, ahol 20-30 éve ezelőtt a Sport utcában voltunk, és óriási egyetemi
hallgatói rangadóknak a színtere tudott lenni a labdarúgópálya, és azt kívánom, hogy minden peacos, minden egyetemista és minden egyetemi dolgozó birtokába tudja venni. A sportlétesítményt a Peac Pécsvárad megyei első osztályú labdarúgó mérkőzés felvezetőjeként ünnepélyes keretek között adták át. Rövidesen 100 éves lesz a Peac, az egyetem szakosztályai nagyon készülnek már a centenáriumra, és mivel ezt a korábbi fantasztikus, jó helyen lévő sportterületet 99 éves haszonkölcsönben megkapták, ezért az első beruházás elkészült, 65 millió forintért ezt a műfűes pályát szépen felújították. Nagyon bízom benne, hogy további fejlesztések megindulhatnak, és ez az Uránváros közepén lévő sportsziget az egyetem kezelésében valóban az egyetemi sportot és a városrész sport lehetőségeit is szolgálni lesz képes. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke is, aki elmondta, szívéhez közel áll ez a fejlesztés, hiszen még Pécs alpolgármestereként írta alá azt a megállapodást, mely a Peac kezelésébe adta a Sport utcai ingatlant. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki most itt volt, és látta a csillogó gyermekszemeket, a szülőket és a nagyszülőket, akik együtt szorítanak az unokáknak, a gyermekeknek, az azt érezte, hogy ez egy jó irány, és én azt gondolom, hogy egy fontos sportfejlesztési programnak még csak az elején járunk, hiszen szeretnénk a kormány támogatása, az egyetem és a megye együttműködésével támogatása megvalósítani azt a sportsziget fejlesztési tervet, amelynek keretében itt a Sport utcában egy igen komoly sportcentrum jön létre, amely nem csak az egyetem, de a pécsiek igényeit is szolgálja. A tervezett sportsziget részeként fejlesztenék a birkózó termet, melyhez a Birkózó Szövetség 132 millió forinttal járul hozzá. A terület legnagyobb horderejű fejlesztési eleme pedig egy új kézilabda csarnok lenne. Az a beruházás jövő tavasszal indulhat meg a most átadott műfüves focipálya keleti oldalán. Elindult az adventi ünnepsorozat, illetve a hozzá köthető vásár a pécsi főtéren. Idén a 10. jubileumát éljük a vásárnak. A hagyományos zenei, irodalmi, illetve gyermekprogramok mellett fényfestéssel is várják az elcsendesedés időszakában a Széchenyi térre látogatókat a szervezők. Elindult az idei pécsi adventi kézműves és mesevásár programsorozata november 26-án. Az esemény sorozatot a Zsolnai Örökségkezelő szervezésében élvezhetik a pécsiek és a Baranyai megyeszékhelyre látogatók. A legkülönlegesebb és legpécsibb attrakció az az adventi épület festő gyerek rajzpályázat volt, amire a tavalyihoz képest több mint dupla annyi gyerek pályázott, több mint 2600 alkotás érkezett hozzánk. Így egészen biztos, hogy csodaszép gyerekrajzok fogják majd a Pécs főterén álló csámit díszíteni, de ha már fényfestés, akkor nem csak gyerekrajzok fognak itt fényköntöst adni az épületeknek, ugyanis a csámi homlokzatán egy profi fényfestőcsapat is egy hétről hétre folyamatosan alakuló és fejlődő mozgó fényalkotást fog varázsolni, valamint újdonságként most először a Városháza épülete is fényfestést fog kapni. Így nézett ki a pécsi Városháza naplemente után a fényfestésben. A pécsi főtéren a kézművesárusok és a vendéglátósok mellett felnőtteknek és gyerekeknek szóló zenei, illetve meseprogramokkal is várják az érdeklődőket a 10. adventi vásáron Pécsen. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Elindult a második oltási akcióhét. Regisztráció nélkül a nap bármely szakában fel lehet venni az oltást. Pályaorientáció, folyamatosan nő a szakképzést választók aránya. Zöldítés Pakson, 13 ezer cserjét bokrot ültetnek el az Atomvárosban. Embercsempészek Bogyiszlónál 10 migránst próbáltak átjuttatni Magyarországon a szerb férfiak. Szerdán is szeles időre számíthatunk, erős délnyugati szél fúj majd. Eleinte erősen felhős, borongós időben lehet, elszórtan kisebb eső, majd nyugat-délnyugat felől csökken a felhőzet és kisüt a nap. Éjszaka ismét beborul és egyre több felé hullik csapadék. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!